A városi cégek 2021-es beszámolóit hallgatta meg a Pécsi Költségvetési és Gazdasági Bizottság a héten. A testület fideszes tagja azt mondja, a vagyonhasznosító cég vezetőjétől hiába kérdeztek, nem kaptak választ fontos ügyekben. Nem tudta megválaszolni, hogy mennyi prémiumot fognak kifizetni 2021-es év vonatkozásában, és ez mekkora vezetői kört érint, hiába kérdeztem ezt a kérdést. Illetve nem tudott beszámolni az ügyvédeknek, a Bodnár Imre féle ügyvédi körnek kifizetett juttatásokról sem, amelyeket a csúfos kudarcba fulladó átvilágítás során fizettek ki a vagyonhasznosító részéről ezeknek a cégeknek. Barkóczi Csaba képviselő azt mondja, az önkormányzat sportcégének vezetője el sem jött a bizottsági ülésre, pedig több ügyről is szerették volna kérdezni. 2020 karácsonyi horvátországi földrengés következtében megrepett Tammedence tartálynak a hibáit, azt 2021 májusának végén, tehát fél évvel teltével vették észre a PSN ZRT-nél, de megkérdezhetnénk őt a különböző polgármesteri kinevezetteknek az eredményeiről, munkásságáról, vagy arról is, hogy mennyit költöttek például a Vári Attila elleni lejárató akciókra, és ebből hány pécsi gyermeknek a sportolási költségeit lehetett volna fedezni. A gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterhez kértünk interjúkészítési lehetőséget a Városháza sajtókapcsolati tanácsadójától hétfőre a beszámolókkal kapcsolatban. A pécsi önkormányzati cégek a lezárt gazdasági év értékelését teszik meg minden év májusában. Ezekből a beszámolókból derül ki, hogyan gazdálkodtak most például 2021-ben, illetve milyen terveik vannak az idei működésre. Júniusban lesz még egy meghallgatása a cégvezető a szakbizottság előtt. Ott arról döntenek majd, mekkora prémium illeti meg a cégvezetőket a munkájuk után. Ez az éves fizetésük 70%-ától indul a jogszabály szerint.